Vasadon idén első alkalommal rendezi meg az önkormányzat és a művelődési ház közösen az adventi gyertyagyújtást. Minden vasárnap 15 órára várják a helyieket a meghitt pillanatok közös átélésére. A községháza előtt felállított adventi koszorúnál várjuk a tisztelt lakosságot. Első ízben rendezzük meg ezt a rendezvényt, nagy izgalommal várjuk, milyen lesz a fogadtatása. Tulajdonképpen egy lakossági kezdeményezésre indult program ez. Többen szerettek volna itt helyben a helyi közösséggel megélni egy karácsonyra való készülődést, éppen ezért úgy gondoltuk, hogy ezt a gyertyagyújtással kötjük össze, és ehhez társultak több intézményvezetők, a művelődési ház több intézmény is segítségét adta. Harmadik alkalommal december 11-én nagy tiszteletű Király János református lelkipásztorunk gyújtja meg a gyertyát, szintén énekel a vasadi dalkör, és ezen a napon 11-én a vasadi bölcsödének egy jótékonysági vására is színesíti a rendezvényt. Végül december 18-án polgármesterünk Marton József Zoltán gyújt a gyertyát, szintén énekel és karácsonyi dalokat énekel a vasadi dalkör. Fontos megjegyeznem, hogy egy nagyon komoly vendégvárással is készülünk a lakosság részére, ebben nagy segítséget nyújtott a Búzavirág Nyugdíjas Klub és a Vasadi Gazdák. A harmadik adventi hétvégén Tekesfejes József felajánlása a kalács, a negyedik hétvégén pedig a Beiglivel várjuk a lakosságot. December 4-én a második adventi gyertya meggyújtásakor a polgármester köszöntötte a megjelenteket, majd szavalat és az adventi díszek elhelyezése következett. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves vasadiak! Nagy szeretettel köszöntök mindenkit az önkormányzat nevében. Advent második vasárnapján. Öröm így végignézni a téren, hogy ennyien összegyűltünk a hideg ellenére is. Vannak települési polgárok, öröm nézni, akik fontosnak tartják, hogy az ünnepi ebédet követően közösségben, így együtt vasadiaként is együtt legyünk egy-egy rendezvény alkalmával, és együtt gyújthassuk meg a települési adventi koszorúján a második adventi gyertyát. Én megkérném Guzsvárné Honti Orsikát, hogy Ady Endre Karácsony című versét szavalja el nekünk. Ady Endre, Karácsony. Harang csendül, ének zendül, messze zsong a hála ének. Az én kedves kis falumban karácsonykor magába száll minden lélek. Minden ember szeretettel borul földre imádkozni. Az én kedves kis falumban a messiás boldogságot szokott hozni. A templomba hosszú sorba indulnak el ifjak, vének. Az én kedves kis falumban hálát adnak a magasság istenének. Mintha itt len a nagy Isten szent kegyelme súgna, szálna. Az én kedves kis falumban minden szívben csak szeretet lakik máma. Bántja lelkem a nagyváros durva zaja, de jó volna ünnepelni odahaza. De jó volna tiszta szívből, úgy mint régen, fohászkodni. De jó volna megnyugodni. De jó volna mindent elfeledni. De jó volna játszadozó gyermek lenni. Igaz hittel, gyermek szívvel, a világgal kibékülni, szeretetben üdvözülni. Ha ez a szép rege igaz hitté válna, ó, de nagy boldogság szállna a világra. És a gyarló ember, ember lenne újra, talizmánja lenne a szomorú útra. Golgota nem volna ez a földi élet, egy erő hatná át a nagy mindenséget. Nem volna más vallás, nem volna csak ennyi. Imádni az Istent, és egymást szeretni. Karácsonyi rege, ha valóra válna, igazi boldogság szállna a világra. Az ünnepi pillanatokban Ordasi Károly, Vasad díszpolgára, Marton Éva Johanna, a Vasad egyik legfiatalabb polgára közösen lobbantotta lángra a második gyertyát. Ezt követően a vasadi dalkör tagjai ünnepi műsort adtak. Ó, csendes ég, drága szent ég, mindened álma még, nincs fönn más, csak a drága szent pár. Oh, yeah.
földre leszállt. A vendégvárás során forralt bort, buktát és forró teát fogyaszthattak a helybeliek, és a vendégek közben pedig ide is megérkezett a Mikulás. William,